Köszöntöm Önöket, sziasztok! Mai gyermek magazinunkban azt láthatják, hogy ellátogattunk a Mikuláshoz, benéztünk a Kanizsai Kulturális Központ családi hétvégéjére, valamint ötleteket is adunk a Jézuskának, hogy vajon mit is tehetne a karácsonyfa alá. Tartsanak velünk! Nagykanizsán járt az igazi finn Mikulás, Joulupukki. Az összakáló, 9 napos magyarországi ittléte alatt több helyszínre is ellátogat. A város szervezésében a nagykanizsai, nagycsoportos óvodások várták a Batthyány gimnázium tornatermében. Joulupukki a messzi Lapföldről Rovaniemi városából repült hozzánk. Ezúttal repülővel, hiszen, mint mondta, a rénszarvasokat otthon hagyta pihenni. A nagykanizsai óvodások versekkel, énekekkel köszöntötték az összakálót. Kítosz. Ezzel mondott finnül köszönetet a Mikulás a gyermekeknek, majd mindenkinek ajándékcsomagot adott át. Ihan vain sen takia, että täällä on niin ihana käydä. Mindenki, aki 100 évnél fiatalabb gyermeknek számít. A magyar gyermekek pedig annyira jók és aranyosak, hogy fontosnak tartom, hogy minden évben eljöjjek hozzájuk. Természetesen mások a hagyományok a világ különböző országaiban, de a gyermekek és a szívünk melegsége ugyanolyan mindenhol. Azok a gyermekek, akik ellátogatnak hozzám, mindannyian hatalmas szívvel rendelkeznek, és azért vagyok itt, hogy mindannyiunk szíve megteljen karácsonyi békességgel. A kétkedőknek pedig azt tanácsolom, hogy látogassanak el Rovaniemibe, a Mikulás központba. Ott megtapasztalhatják, hogy nálunk a Mikulás él és létezik minden nap, a karácsonyi csoda a hétköznapokon is jelen van, hiszen ez az egésznek az üzenete, hogy a karácsonyi csoda maradjon ott a szívünkben, a lelkünkben az év további napjain is. Kaikkien ihmisten ymmärtäminen on tärkeää. Köszönöm. Következő összeállításunkkal egy kicsit a Jézuskának szeretnénk segíteni, hogy mik is kerülhetnének a karácsonyfa alá. A 16 éves tapasztalattal rendelkező Mikka-Makka játéktárba látogattunk el, ahol Lajos Lászlóné sok szép játékot mutatott nekünk. Különböző életkorban ugyan más-más a gyermek játék tevékenysége. A szerepjátékra alkalmas eszközök, a bábok, a mesekönyvek, a diafilmek mind-mind nagyon hasznos játékok, de nézzük még, mi mindent ajánl a szakember. Szeretném leszögezni azt, hogy minden játék fejlesztő játék, mert nagyon sokszor bejönnek a szülők, és azt mondják, hogy ajánljunk fejlesztő játékot. Minden játék fejleszt, tehát nincs olyan, hogy fejlesztő játék. Minden játék más és más fejleszt, van amelyik a mozgást fejleszti, van amelyik a figyelmet, van amelyik a látást, van amelyik a hallást, de van amennyi játék fejleszt, hisz attól játék. És azért mondtuk az elején, hogy ez a gyermek legfontosabb megismerő tevékenysége. Most az évek alatt összegyűjtött tapasztalatok alapján szeretném ezeket a játékokat ajánlani. Mindig azt mondjuk a szülőknek, mivel hogy elég drágák a minőségi játékok, hogy olyan játékot érdemes vásárolni, amit többféle célra és több éven át fel lehet használni. Tehát nem csak egy hónapos korig, vagy 2 hónapon át, amíg a gyermek fejlődése, hanem mindig ki lehet hozzá találni más és más feladatot, és így hosszú éveken át használható az a játék. Előkészítettük ide a Logikónak a kétféle változatát,
A kisebbik az 3 éves kortól használható, ehhez van egy keret, egy alapkeret, és ahhoz feladatlapokat lehet vásárolni. A feladatlapok nem megfizethetetlenek, a keretet pedig csak egyszer kell megvenni. Nagyon sok feladatlap vásárolható, ezek a feladatlapok a gyerekek térérzékelését, finom motorikáját, ugye ezeket a golyókat nem mindegy, hogy húzom a két kis ujjammal, aztán a szín megválasztását, ugyanakkor a kombinációs készségét is javítják már 3 éves kortól. Ennek egy nagyobb változata, vagy későbbi korbani változata, ez a tábla, ez egy kicsikét többet tud, és természetesen nagyobb, nehezebbek a feladatai. Ezek egészen az olvasás, írás tanításig, a matematikáig elvezetik a gyermeket. Hasonló elve működik a mostanság nagyon divatos lük nevezető játék, ami ugyancsak táblákból áll, és hozzá rendelt füzetecskékből áll. Ezek a játékok azon túlmenően, hogy az előbb elmondtam, miket fejlesztenek, nagyon segítik a gyermeket abban, hogy önállóan végezze, úgymond a munkatevékenységét, a játéktevékenységét, illetve önellenőrizhesse azt, amit csinál. Főleg ugye a nagy csoportos óvodáskorban is már nagy szükség van, iskoláskorban lépnek a gyerekek, és ott azért szükség van egy kicsikét, hogy átnézze a saját maga által készített feladatot, úgymond önellenőrizzen. Ezek a játékot ezt játékosan megoldják, illetve segítik. A társas játékok nagyon kedvelt játékok. Nálunk a legkisebb korban ezt a játékot, társas játékot használjuk, ami tulajdonképpen 2 éves kortól használható már. Ezen a társasjátékon nem számok szerepelnek, hanem ábrák, és a dobókockáján is ábrák, és a gyermekek játékosan megtanulják azonosítani képet az ábrával, ugyanakkor megtanulják a játékon keresztül a szabályt, tehát ez a szabályjátéknak a legkezdetlegesebb időszaka, amikor megpróbáljuk a gyerekeket arra megtanítani, hogy szabályosan oda kell lépnem, amit dobtam, és lehet, hogy nem én győzök, de a játék az játék. Nagyon fontos, hogy iskoláskorra a gyerekek megtanulják a vesztesség és a győzelemnek a feldolgozását és az elviselését. De a játéktárban nagyon sokszor találkoztunk azzal, hogy a szerencsén alapuló játéknál, társas játékról beszélt, tehát ahol szerencsén, hogy 6-os dobok vagy 1-es dobok, a szülő a gyermek javára úgymond csal. Szeretjük ezt megértetni a szülőkkel, hogy ilyet nem szabad csinálni, mert becsapjuk a gyermeket, nem mindig győztes az ember. Igyekezni kell, de a veszteséget is tudni kell feldolgozni, és ez az iskolában nagyon fontos lesz a gyermekek számára. A pötyi és a különböző fafűzős játékok, ezeket is egész pici kortól ajánljuk a gyerekeknek. Ez a finom mozgás fejlesztése miatt nagyon fontos. Ugyancsak nagy csoportos óvodásoknál figyeljük meg, hogy nem szeretnek színezni a gyermekek, nem szeretnek ceruzát fogni a kezükbe, elsősorban a fiúk, és nem szeretnek rajzolni a gyermekek. És ezt valahol már itt kell elkezdeni 2 éves korban, amikor a füzőcskét a gyermek kezébe adom, tehát amikor a kis ujjacskáit megpróbálom arra rávenni, és azt ismételgettetni, gyakoroltatni vele, hogy dolgozni kell az ujjamnak, dolgozni kell a kezemnek, és eljutok akkor oda iskoláskorig, hogy megfelelő lesz az a ceruzafogás, nem fárad el annyira a kéz, és majd menni fognak az íráselemek rajzolása. Nagyon szeretjük az úgynevezett konstrukciós, alkotó és logikai játékokat. Mint említettem, nálunk a játékok zöme fából készül. Ezekhez a játékokhoz kis füzetecskék vannak, amik a gyermek számára adják a feladatot, és ezeket a feladatokat kell megoldani. A legkisebb korosztály, akikkel játszhatók ezek a játékok, az 2 éves kor. És ez egészen megy 99 éves korig,
mert vannak olyan játékaink, ugyancsak ezen elv alapján működnek ezek a logikai játékok, amelyek bizony felnőttnek is megfelelő próbatételt adnak. A gyerekek ezt nagyon szeretik játszani. A logikai készségüket, matematikai logikájukat, vizuális emlékezőket, aztán a variációs lehetőségeket, térlátásukat, ugyancsak mondom, az önálló munkát és az önellenőrzést nagyon javítják és fejlesztik. Gyerekek nagyon szeretik ezeket a játékokat. 4 éves kortól ez a busstop nevezetű játék, amelynek lényege az, hogy az alapszínekben megrajzolt autóbuszokra dobókockának megfelelően személyek szállnak fel, illetve személyek szállnak le. Mivel mondtam, hogy a játékokat mi úgy szoktuk ajánlani a szülőknek, hogy minél tovább tudják majd használni, rengeteg utaskép van, autópályát meg lehet építeni, itt vannak az autóbuszok, akiket fel lehet szállítani. Kicsi gyerekek csak oda-oda számlálgatják, hogy egy ember felszáll, nagyobb gyermekeknél pedig kritériumot határozunk meg, csak az idős emberek szállhatnak fel, csak a szemüvegesek szállhatnak fel, csak a fiatalok, csak a lányok szállhatnak fel, csak a fiúk szállhatnak, tehát egy kicsikét úgymond nehezítjük és gondolkozásra késztetjük a gyerekeket ezzel. Jó minőségű játékok ezek, és nagyon sokáig használhatók. A még nagyobb bacskáknak, ez a biztos mindenki által ismert Lottika Rotti a nagyon kedvenc játéka, ebből használódott el legtöbb a játéktárban. Ez a szerencsén alapuló játék, kártyák vannak hozzá, az, hogy a nyulacskán egyet ugrik, vagy kettőt ugrik, azt a kártya dönti el, és hogy mikor esik a verembe, és nem jut a répa tetejére, nem győz. Ez a kártyától függ. Ezt a játékot azért szeretjük, mert viszonylag gyorsan lejátszható, tehát azoknál a gyermekeknél, akinél nincs türelem a hosszú játékra, a szabály játék megtanítását nagyon szépen lehet gyakorolni. Látványos, amikor beleesik a verembe a nyuszi, örülnek, amikor nem az övöké esik bele, illetve meg tudjuk arra tanítani, hogyha a tiéd esik bele, akkor sincs vége a világnak, mert ez egy játék. A kockákat a legkorábbi életszakasztól kezdve ajánljuk a gyermekeknek. Ezt már említettem, hogy ugye azért figyelni kell a minőségre, és meg kell nézni, hogy milyen anyagból készült kockákat válogatunk, mivel a legkisebb korban a gyerekeknél a rombolás és a kipakolás a fő tevékenység, ugye az ismétlő gyakorló játék, anyuka felépíti, bepakolja, a picé kipakolja, illetve ledönti, ezért a nagy méretű kockákat ajánljuk az egész kicsi korban, akár műanyagból készültek, akár fából készültek, látványosak, könnyen megfoghatók, nagy elemet lehet belőlük építeni, és nagyon könnyen le lehet dönteni, és nagyot borulnak, ennek a gyerekek nagyon örülnek. Természetesen a későbbiekben, ugye említettem, az iskoláskorra a gyerekeknél mennyire fontos a finomotorika megfelelő kialakulása, a dupló különböző változatait használjuk, alkalmazzuk, nagyon szeretik a gyerekek, városokat lehet belőlük, farmot lehet belőlük, repülőteret építeni, bármit, illetve ugye egészen a nagyobbacskáknak a kisebb méretű legó. Ezek is mindennapos használatban vannak itt a játéktárban. Nagyon szeretjük a Kvárcsetti nevezetű fogaskerék játékot, ahol a gyerekek fantáziája szab határt annak, hogy a négyzet alakú kis építő elemekből miket építenek, illetve hogy illesztik egymáshoz ezeket a forgó fogaskerekeket, és rettentő látványos ez is a gyerekeknek, és nagyon szép dolgokat alkotnak belőle. És ami gondolom a legfontosabb, hogy játék, de együtt játszunk. Van időszak, ugye van a gyermekek életében olyan időszak, ez a bizonyos másfél-két éves időszak, amikor a gyermek azt kéri, hogy édesanyja legyél mellette, de nem veled játszik, de ott kell, hogy legyél mellette. És aztán eljön az az időszak, amikor már kéri a gyermek és igényli a gyermek, hogy ne csak mellette legyél, hanem játszótársa legyél.
pótolhatatlan a gyermekekkel való együttjátszás. Lehet, hogy ő egymaga a kis logikai építő elemmel játszik, de ha ott vagyunk mellette, beszélgetünk róla, kommunikálunk vele, közös lesz az élmény, és ezek a közös játék élmények, ezek elengedhetetlenek a harmonikus személyiségfejlődés folyamatában. A Kanizsai Kulturális Központ az elmúlt hétvégén több programra is várta az érdeklődőket, így lehetőséget adva a közös családi kikapcsolódásra. A kiskanizsai Pipitér óvoda gyermekei például őszhöz kapcsolódó játékokat mutattak be a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Cserebere fogadom, többet vissza nem adom. Aki lovat eladja, többet vissza nem kapja. Műtök bávot vegyenek, tükrös szíves szépet, ide süss, ide néz, vele szukart, vele néz. A 3-6 éves korosztályú gyerekeket még könnyű megismertetni ezekkel a gyerekjátékokon, gyerekdalokon, mondókákon keresztül, mert nagyon sok olyat lehet fellelni, ami ugye nem a felnőttek elgondolásainak megfelelően, de a gyerekek szintjén ahhoz, hogy belenőjön egy hagyományba, arra nagyon jó alkalmat ad. És ezeket a mondókák, a gyerekjátékokat a gyerekek kedvelik, nagy örömmel is kedvel is játsszák, és elindul az a folyamat, hogy megismerkednek vele, belenőnek, és megélik. Nem kell színpadra vinni, hanem csak a gyerekek éljék meg minden évben, és akkor egy olyan erős kötődés alakul ki, hogyha felnőnek, és ilyet látnak, hallanak, akkor nem kapcsolják ki a televíziót, nem kapcsolják ki a rádiót, nem halkítják le a zenét, hanem meghallgatják ezeket. Katica bogárka, száj fel az égbe, a mai napon összeszedtük az őszi néphagyományokat, legalábbis olyan részeit, amik a gyerekekkel megvalósítható. A szeptemberi vásároktól elkezdve a vásáron, a gyerekek játszóján, kenyérsütésen, pásztorokhoz ellátogattunk, Márton napi liba hordást is csináltunk. Aztán elérkeztünk a tollfosztóba, ahol szétfújtuk a tollat, mint látszik a frizurámon. Aztán megvártuk Szent Erzsébetet, ami kötényébe elhozta a gyönyörű rózsáját. Megnéztük, milyen időnk lesz Katalin napján, majd karácsonykor. A fiúk ellopták a lányoknak a blúzát, és megálmodták, ki lesz a mennyasszonyuk. A lányok a Gombócból András napján megnézték, ki lesz a vőlegényünk. És elmaradhatatlan András napján a disznóölés, úgyhogy itt egy disznó is éppen levágásra került, amit utána megkóstoltak a gyerekek. Természetesen képletesen került levágásra. És mivel András napján a néphagyomány szerint András bezárja a hegedűtokot, és legközelebb vízkeresztkor nyitja ki, az advent az elcsendesedés, a várakozás, a lelki felkészülés ideje arra, hogy újra fény születik Szenteste napján, és elérkezik hozzánk a megváltó. Ezért a régi időkben, ez időben nem tartottak lakodalmat, nem tartottak bálokat, hanem tényleg lelkileg készülöttek, elcsendesedtek, hogy megtisztult szívvel, lélekkel érkezzenek el a karácsonyhoz. A gyerekekkel ezt úgy oldottuk meg, hogy játszottunk egyet, bezártuk azt a hegedűtokot, adventi koszorunkon meggyújtottuk az első szál gyertyát, hallgattunk egy kis zenét, és így már a gyerekek is mondogatták, hogy mostantól már nem táncolunk, nem lesz lakodalom, majd vízkereszt után. Tehát valamicskét azért ők is értenek abból, mi az, hogy elcsendesedés, egy kis lecsipulás. És elbúcsúztatjuk az őszt, megérkezett a mai vasárnapban hozzánk advent, és várjuk a karácsony. Otthon hogyan lehet készülni erre az elcsendesedésre, erre az időszakra? A néphagyomány is adna ezekhez nagyon apró dolgokat, amiben szintúgy ugye a gyerek nem csak az ősziben, hanem az advent és a karácsonyi népszokásokba is belenőhetne. A gyertyagyújtás, minden héten a gyertyagyújtás, ami egy ilyen alkalom lehetne. Ezen kívül borbála napján ágat tesznek a
a vázába azért, hogy karácsonyra kivirágozzon. Aztán érkezik a Mikulás. Mikulás után már lehetne készíteni Luca napjától egészen Szenteste napjáig a lucaszéket 13 fából, minden nap egy-egy darabot hozzátenni. Tehát sok-sok ilyen apró hagyományos dolog is van, amit meg lehet csinálni, ami gyereknek biztos, hogy érdekes, mert nem mindennapi. Aztán a tévé és a tévé videó és rádió, amennyi rosszat közvetít a gyerekek felé, közvetíthet annyi jót is, ha a szülők jól válogatnak, és jó füllel, jó szemmel kiválasztják azokat a programokat, műsorokat a gyerekeknek, amiket velük együtt megnéznek, és akkor beszélgetnek róla. Hogy alakuljon az a kapcsolat, ami a karácsony lényege lenne, hogy egy nagyon szoros szeretett kapcsolat alakuljon ki a családtagok között, esetleg kibővítve nagyszülőkkel, keresztszülőkkel, rokonokkal, hogy tényleg az az ünnep, az már egy közös együttlétet jelentsen a gyereknek. És nem egy rohanó, villódzó karácsonyfát, sok-sok ajándékkal. Az ajándék nyilván fontos egy gyereknek, de kerüljön elő egy olyan dolog is, amit nem lehet pénzen megvenni, ami a lelkekből lélek felé árad. A családi hétvége keretében kézműves játszóházba is várták a gyermekeket és szüleiket. Vágni, ragasztani, színezni, hajtogatni lehetett, kinek mihez volt kedve. Csuhéból is remek díszek és ajándékok születtek. A lényeg a közös időtöltés, az ünnepre való együttes készülődés volt. Számodra mit jelent az advent, az adventi készülődés? Nagyon örülök neki, és nagyon sokat készülődünk otthon. Mindenfélét csinálunk a testvéreimmel. Szoktunk csinálni zokniból hóembert, meg az adventi koszorút anyukám vette, és nagyon szép. Nagyon tetszik. Csukás mesehősök lepték el a múlt héten a Hevesi Sándor Művelődési Központot. Többek között Süsü a sárkány, Pompom és Sebaj Tóbiás látogattak el Nagykanizsára. Ismerősek voltak a figurák, nagy örömmel fedezték fel a Kossuth téri óvoda gyermekei, Csukás István hőseit, akik egyet jelentenek a mesével. Nekem mindig úgy volt egész életemben, hogy soha nem én kerestem, hogy mi legyen majd a munka, amit el kell végeznem. A munka talált meg mindig engem, és vitt el végül is odáig, ahol éppen most tartok. És ez is úgy jött, hogy megkerestek a Csukás Színházból Balatonszárszóról, hogy kellenek neki kielmezek. És hát ugye én magam is az a korosztály vagyok, aki ezeken a meséken nőttem föl, és én azt gondolom, hogy egy eléggé jó téma, amit így föl lehetett dolgozni vizuálisan. Tudni kell ezekről a szobrokról, hogy, illetve az eredeti figurákról, ezek kis bábfigurák, tehát ilyen 15-30 centi magasságúak. És lényeg az, hogy elkészült egy-két jelmezés, és én önszorgalmon megcsináltam a Mirmurt, mert ez nekem egy kedvenc figurám volt, és gondolkoztam is, hogy ezen a léptéken, hogyha ennyire fölemelem az arányokat, ennyire nagyjá teszem őket méretben, nem fog-e visszaütni majd nekünk ez a dolog, de mindegy, megcsináltam, Csukás Pistovácsi megnézte, és azt mondta, hogy hát nagyon jó, nem ezekkel a szavakkal mondta, de hasonlóak, ez nagyon-nagyon jó, hogy fú, ezt csinálja meg, mindenki támogat, és hát mindenki támogatott erkölcsileg, de lényeg az, hogy megcsináltam így ezt a kiállítást, akkor elkezdett a következő egy jelenet, azt is megnézték, fú, az is nagyon tetszett, és akkor jött a Süsü, hát és így tovább. És akkor durván egy év, másfél év alatt így, amikor volt egy kis időm, egy kis pénzem, akkor mindig csináltam egy-egy újabb figurát, és tudom, jelenetet hozzá. És végülis azért csak ennyi, mert ez sokkal többet is lehetne, de ők férnek bele egy teherautóval. Ugye én szobrász vagyok, és nagyon sokféle anyaggal dolgozom.
Én főleg panoptikumokat építek, amiknek a testük egy ilyen speciális, de olyan purhabb, mint amivel a preparátorok szoktak dolgozni az állatokat, mielőtt kitömik, ugye azok nem, tehát rá kell húzni van, és ez egy olyan habszerű anyag, ami nagyon tartós, nagyon kemény, és nagyon jól lehet őket faragni. Ezek is egy ilyen habból készültek, de annyi van még, hogy a belsőjükben nagyon sok, tehát itt én igyekszem minél inkább szétterjedni így a térben vékonyabb vonalakkal, hiszen a mesék is így voltak rajzolva, tehát nem tudom őket lezárt kezekkel ábrázolni, ezért muszáj a belsőjükben ilyen fémerősítéseket rakni, tehát ez kezdődik egy hegesztéses, lakatos munkával, tehát rájuk kerül ez a hab, akkor azokat beszivacsozzuk, frízezzük egy ilyen puhább anyaggal, és hát a vége természetesen anyagokkal, textíliákkal vonjuk be őket, amitől hát sajnos nagyon sérülékenyek is, de hát így meg lehet őket zabálni. Ha meg műgyantából lenne, ami nem annyira sérülékeny, akkor az meg olyan műanyag lenne, és ez meg nem olyan lenne, mint ami eredetileg a mese volt. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret, a legjobban, habozás nélkül fújta, a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét. Kiket ábrázolnak ezek a mesefigurák? A gombolt szartul! A gombolt! És az a kislány kicsoda? Hogy hívják? Picúr? Igen. Ugye a picúr? És mit tudtok róluk? A gombolkartó nagyon szereti a csokit. Igen. Ti is szeretitek a csokoládét? Igen. Én a télapot várom. És én is. Télapot csoki. Szereti a szögletest, a kör alakút, a keserűt. Látom, hogy a korosztályomat rángatja, gyere már, ez apádnak ez volt a kedvenc meséje, és azért a kicsik, például az ovisok, meg így a kisiskolások nagyon-nagyon szeretik ezeket a figurákat, tehát a süsű az a favorit, a celeb, a meseceleb, de hát a többieket is, és egyre többet ismernek belőlük, egyre inkább érdeklődnek ezek után, a mesék után, és nagyon tetszik nekik. Én azt gondolom, hogy sikerült a Csukásnak egy örökérvényű valamit létrehozni, amit hívjunk mesének. Üdvözöllek, dicső lovat, szép a ruhát, szép a lovat! Miszél hozott, mondd száres, mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszál! Ó, te kedves királylány! Jöjj, sárka! Jaj, de randa! Reneszánszát éli ez a fajta mesevilág, amit mondom így a Csukásék építettek föl. Nekem vannak fiaim is, akik már 20 év körülök, egyik elmúlt, másik még nem, meg van egy kicsi lányom is, aki most 5 éves, december 13-án, igen. De ő például ő ilyen süsüfán, tehát őt nem lehet, bárhol viszem a kiállítást, neki mindig látni kell, ő mindig eljön, persze, hogyha ilyen messze megyek, akkor az annyira nem, de hogyha közelebb vagyunk, akkor neki mindig el kell jönnie. Meg azt gondolom, hogy a nagyfiaim egy másfajta meséken nőttek fel, ugye a Spongya, Bob, meg nem is tudom, amik szintén nagyon jó mesék, de valahogy olyan felületesebbek, vagy nem is tudom, tehát a mondani valójukat tekintve itt azért megnézzünk egy Pompom, ugye Picúr, meg a Gombóc Artúr, aki ugye mindenféle csokoládét szeret. Itt azért mindig volt valami olyan kis téma, ami vagy egy olyan kis életből vett tanulság, vagy tanulhatóság, vagy fejlesztési dolog így a gyerekek. Bár én nem vagyok se gyermekpszichológus, se pedig ilyen szempontból szakember, csak mint szülő is gondolom azt, hogy mindig valamit kapott az ember gyerekfejjel is, meg most a gyerekeimben is látom, hogy azért, hogy miket kapnak ezekből a történetekből, ezekből a mesékből, és azért a Csukásnak egy nagyon jó látásmódja van, én azt gondolom. Tehát ő nem szeretném, tehát így nagyon szerintelennek föltüntetni az ő figurát, de már egy hungarikumnak számít, amit én azt gondolom, hogy a határon kívül is érdemes lenne egy kicsit így
így villogtatni és megmutatni, mert büszkék lehetünk arra, amit azért ő itt hagy nekünk. Gyermekszáj rovatunkban a Szent Imre utcai Mici Mackó óvoda nagycsoportos óvodásait kérdeztük. Nagyon szeretem a télt, mert jó sokat lehet játszani. Hula-hú. Gombócokat kell gyúrni, és egymásra kell tenni. És a tetejére kolapot, meg lépaorrot, kőből szemet szájat. Befagy a tó, a Mikulás eljön, esik a hó, és sokat szoktunk szánkozni, meg van a nekünk egy ilyen csúszkánk, amelyik sokszor szoktunk vele csúszni. Jön a Jézuska. Le lehet csúszni a nagy dombokon, meg akkor gyorsabban megy a szánkótya, nagyobb a domb. Télen lehet sielni, hóangyalt készíteni, hóembert készíteni, hógolyózni, szánkózni, és korcsolyázni. Több nem jut eszembe. Azért jó, mert sokat tanulhatunk. Mindenfélét szoktunk játszani. Például anyukását, vagy ilyen, nem tudom, szoktunk boltosat is, mindenfélét. Lehet játszani, lehet motorozni, tollerezni. Vannak játékok. A torna is nagyon jó. Mindenféle ott is van. Lehet pörgetni a karikát a kezünkön is. Meg lehet csúszdázni, mert akkor ilyen padból csinálunk ilyen csúszdát. Sokat szoktunk játszani délelőtt, meg délután, amikor esik a eső, akkor bent maradunk. Amikor nem esik a eső, akkor kint vagyunk az udvaron. Sokat lehet várat építeni, meg sokat lehet futkozni. Van tesóm, és szeretek vele játszani, meg verekedni, meg szeretek vele tévézni, meg aludni. Sokszor szoktunk birkózni, meg a domonkocsal építünk párszor ilyen sokszor homokvállat. Szoktunk veszekedni egymással. Kicsikét szoktunk veszekedni. Testvérek azok mindig segítenek egymáson, meg szeretik egymást. El tud vele lenni. Tud vele játszani. Meg nem unatkozik egyedül. A barátok azok, az igazi barátok azok nem hazudnak. Könnyen kiválasztottam a barátaimat. Ők már régen a barátaim. Együtt játszanak, beszélgetnek. Jókat lehet vele játszani. Kedvesek egymással, meg velem is.
összetartanak mindig. Kedves nézőink, gyermekműsorral várjuk önöket és a gyermekeket is a képernyő elé legközelebb 2 hét múlva. Viszontlátásra!